A következő kísérletben a aktív szén adszorpciós jelenségét vizsgáljuk. Rendelkezésünkre áll a tálcán, a előttünk levő tálcán, üvegtölcsér, egy kémcső, kémcsőalványban egy üvegbot, egy fél vegyszeres kanál, két kis mérőhenger, az egyik mérőhengerben fekete aktív szén található, mesterséges szén, és egy szűrőpapírlap. Jó, következő jelenje is egy kis színezett bor. A kísérlet a következőképpen végzendő el. Először is a szűrőlapot összehajtjuk, azért, hogy szépen bele tudjuk tenni a tölcsérbe, és ne ugorjon ki véletlenül sem. Összehajtjuk, ahogy lehet. Jó, ügyelni kell majd a kísérletnél, hogy mellé menjen a oldalt, amit készítünk. Belehelyezzük a tölcsérbe, egy kicsit megnyomhatjuk, de nagyon kell vigyázni, hogy a szűrőpapír ki ne szakadjon. Jó, következő lépésként ebből a színezett borból körülbelül 25 centit öntünk a pohárba. Jó, és ezután a borba, ebből az aktív színből jócskán öntünk. Jó, nem vagyok sokat öntünk. És az üvegbottal összekeverjük. Keverjük. Ugye az történik, hogy a szén, por nagy felületén megkötődnek a színezékek a borból. Jó, kavargatjuk még egy kicsit. Ne legyen csönös lehetőleg, hogy minél nagyobb felületen érintkezzen a bor és a grafit, vagy ez a szép bor. Jó. Ezután úgy gondoljuk, hogy nagyon sokat megkötött a felületét, akkor óvatosan a szűrőpapírba beleöntjük. Következő jelenségnek kellene megtörténnie, hogy a színezéket a aktív szén felületén megköti, és színtelen oldatot kapunk. Igen, a kísérlet végül is sikerül, mert elvesztette a bor a piros színét. Jó, idő kérdése, és lehet látni, hogy gyakorlatilag nagyon halvány szürke lett, tehát elvesztette a színét. Ez egy adszorpciós jelenség volt, felületi megkötő képességet igazoltuk ezzel a kísérlettel.